Kihalt az utca. Inja. Aha, itt lesz valami. Itt nem voltam bent korábban. Barlangot jelölt csak rá, de benézünk. Na várjatok. Itt lesz valahol az utolsó tuti. Itt vagyunk. De mindenképpen valami izébe kell lenni. Ez ilyen barlangos terület, nem tudom, ennek itt kell valahol lennie. Szerintem, vagy nem tudom. Meg. Fuck. Hát. Na, bánom, hogy feljöttem ide, baszki. Oké. Okay. Muszáj csinálni ide egy ágyat. Oké, így jók vagyunk, na. Statjaim szerintem tűrhetőek. Ezt megesszük. Hova kéne menni?
Hát ez eltalált valahol. És hogyan tudta lebaszni rólam a páncélt? Mondjuk azt hiszem az 7%-os. Aha, az volt azt hiszem a 7%-os, mindegy. Nagy kárt nem tudott okozni, igazából fogta a damage-et, úgyhogy no para. Na, keressük meg azt a harmadik bizbaszt. Hol a francba vagyok? 44-45. Itt lesz ez. Itt van víz, minden szar. Itt lesz ez valahol. Már csak meg kellene találni, biztos, hogy valahol itt lesz ez. Ó, bazd meg. Na, keresünk valami nagy hold alakú bejáratot, aztán cső. Érdekes hely amúgy. Jól néz ki. Most hogyha a térképet nézem, akkor valahol itt kell ennek lenni. 42-47, már túl izé átjöttünk ide, ez itt nem jó, visszafele kell menni. Oké, várjunk csak. Oké, így ez rendben van. Ha végeztél, na mostában fogod újra játszni. Mit csinálok? Újra játszani? Minek? Bolond vagy te? Sajnos olyan verziófüves, hogyha egyszer végigjátszom, soha többé nem tudom elindítani a játékot. Ilyet kaptam. Nem tehetek róla. 45. 47. Mi van? Orf, arra kéne menni. Ej, bazd meg. Na jó, azt nem ugrom át. Simán megszavazzuk, aha.
Legám. Tudod, mit fogsz te megszavazni? Ah, Lulu. Mondja, mit szólsz ez? Szóhoz se jut. Yes! Ez az. Jaja, kígyó, kígyó. Kikerültük végre. 44-45, 44, az irány az jó, ez is jó, ez lesz. Na, itt, biztos, hogy itt lesz. Tudja, hogy itt kell, hogy legyen. Itt lesz valahol az utolsó bejáró. Muszáj itt lennie. Felesleges terhet nem cipelünk, halu. Oké, na itt keressük meg szépen ezt a... ezt a részt. Legalábbis remélem, hogy itt lesz. Na, erre nem mentem át. De már. Az itt nincsen. A büdös picsába, hol van? Hogyha azt nézzük, hogy ez a térkép három részre van osztva. Van ez, meg van ez. Valahol itt kell akkor lennie. Meg ugye a törzshöz, mert én azt veszem ki, hogy itt van a törzs, ahol nem engedtek át, és akkor a törzs az valahol itt lesz a törzsfőnök. Mert erre is gondoltam, hogy itt van a barlang, de itt nem lehet a barlang, várjál, csak viszont itt lehet. Itt még lehet a barlang esetleg, vagy nem. Hú, bazeg, ennyi császkálni, azt a ku... Ugye nem kell beúszni alá. Nem lent akarom keresni. Pontosabban, várjál. Ott van még egy, aha, ott van még egy faág. Csak ugye az megkövör, hogy alapjáraton innen érkeztem ebből az irányból. Viszont ha onnan jövök, akkor ez fölfele vezet ez az egész. Fasz meg. Keresztül megy a fején a nyilvessző, bazeg a végére már. Nem számít egyébként.
Az érdekes volt. Bazd meg, ott van a... Na gyerünk! Hogy de nyújt, baszki? Pofátlan. Na. Oké, megvan. Gyerünk. Zsebakuaka. Zsebakuaka. Hoztam nektek madárfészket is. És... Kész az utcsó. Oké. I've passed the last trial. It's time to meet. Itt az idő. Itt az idő. Ó, hogy baszki. Oké, jók vagyunk, minden fasza. Ez a fehérjém az nem éppen stabil, de le van cseszve. Megyünk. Na, ugye akkor most oké. Norfest. Legalag, ja. Hogy ne lenne legalag. Hol az utolsó paraszt? Hát az elszaladt. Ott a gyant, hogy rohadjon rá a fára. Amikor már nem kell, persze. Negyvenhat, negyvenkettő, kicsit vissza és éjszak. Na, valahol. Ezért kell keressünk, ugye elvileg világ itt ez a rész. Hol volt a bejárat?
Át kell mennem oda, az biztos. Északnak. Át kell menjek azon a vizen. Oké, megoldottuk. Szia Misi, Harihó, üdvözöllek! Na, most vagyok jó fele. Itt a jelölés. Na végre! És megjöttünk. Lássuk, hogy mi történik itt. Hát de, köcsög! Itt van nálam az összes ilyen fütty. Helyezd a faluk napjait a totemre. Hol a totem? Ja, itt van. Finally, meet Chief Queenie. Még egyszer meglöksz, haver. Na nézzük, hogy mi történik itt. Aha. Lesz egy utolsó. Habakú falu totemeket állít fel a folyópartokon. A halászat előtt a szellemek az imádkoznak és kegyelmüknek köszönhetően a folyók a szomjukat oltják, és a hálók megtelnek halakkal. Aha. Kaort faluja a lebegő felhőkön érkező ugurik miatt halt ki, bőrük fényes volt és olyan kemény, hogy egyetlen lány sem üthette át. Lélegzetükkel a pestist hordozták, lol. A Muaki falu az összes felnőtt férfitól egy csepp vért áldoz fel a nagy fa alatt. A táplált szellem biztosítja a gazdag termést, és nem engedi, hogy éhínség látogasson a faluba. Hány törzs volt itt ember? Az Ungarecsa falu gondoskodik róla, hogy az oltár dzsungel szívében soha ne fogjon ki a húsból. A nagyfehér jaguár számára a vadászok, akik vadászni indulnak, az ő védelme alatt állnak. Wow, várjatok, itt elolvassuk mindet. A Yabakua falu közel állt a kihaláshoz az ugurik miatt, akik minden levegővételükkel pestist lélegeztek ki. Egy beteg sámán útnak indult, hogy segítséget kérjen a dzsungel szellemeitől, de soha nem tért vissza. Amikor rátaláltak holtestére, őt és a körülötte lévő sziklákat egy szokatlan gomba borította, a dzsungel ajándéka mentette meg a falut. Ez lesz az a gomba, ami kelleni fog. A Varaha, a harcosok faluja egykor a gyengék védelmezői voltak, most azonban a kapzsiságtól elvakulva a testvéreik vérét ontják, hogy megtartsák maguknak a gomba erejét. Leváltak Yabakuakától, és széttörték a törzsek közötti békét. Na, így most már azt is értem. Szia Bálint, hello, hello. Így most már azt is értem akkor, hogy ez a Varaha, ez miért lett ilyen ellenséges törzs. Itt régen az összes törzs egybe volt. Nagyon kemény. Tök jó. Annanró rítusa, bárki is nyeri el az összes falu bizalmát, a túléli Emmalam Okka próbatételeit, a testvérünké válik, a tűz fényében fog táncolni, inni és énekelni a törzs. Szent dallamot játszanak majd a dobokon. Aha. Szia Buffalo, hello Bello! Az egészség rítusa, az összes falu eljön Yabakuakába,
hogy részesüljenek a gyógyító gombából, a semen senkit sem űz el, minden testvér megkapja az egészség ajándékát. Oké. Nézzük. Ajahuaka, micsoda? Ajahuaska rítusa, egy szent szőlőből készült főzet, a semen rituális transzba ejt téged, és álmokon keresztül vezet, meg fogják mutatni az igazságot. Az átkelés rítusa, a lány bebizonyítja, hogy a dzsungel elfogadja őt, a falun kívül fog aludni, egyedül fog élelmet gyűjteni, ha a dzsungel gyermekei nem bántják, visszatér és készen áll arra, hogy anyává váljon. De durva. Emala Mokka rítusa, az a férfi, akiben a falu megbízik bizonyítani az érdemeit, ha túléli a rítust, jutalmú megkapja a napot a föld alól. Még egy uguri is vállalhatja a kihívást, de ez még senkinek sem sikerült. De nekem. Drogozás rét. Kambó rítusa, tűzzel megperzselik egy gyermek bőrét, békaméreggel vonnak be egy tűt, a megszúrt bőr tüzelni kezd a láztól, amikor a méreg hatása elmúlik, a fiú férfivá válik. Ez a kámbó rítusa van az alapjátékban. Oké, srácok, menjünk aztán, pörpítsünk a tejából. Itt az összes rítust, amit alkalmaznak, mindegyikről volt egy leírás, az összes törzsről, a kihaltakról, a jelenlévőkről. Na, toljuk, és azután maxolódnak a statok úgyis. Nagyszerű. És... a kurva életbe. Erről nem volt szó, baszki. A pofátlanság volt. Szórakoztok? Ja, hogy... Gyere, haver! Tiszta Doom! A mellé! Mi a fasz? Mi a fasz van itt? És... na, mi történt itt?
Jó néz ki. Na, befogadott a törzs. Diszkó van. Ezek így mulatják az időt minden éjjel. Igen. Különleg szétlocsantották a fejemet a kősziklán. Oké. Haló? What? Ez is mi volt? Ez az! Ismeretlen gomba! Gyűjtsd össze gyógyító gombát! Gyűjtöm, a sziklával együtt elvisszük haza. So small. Just waiting here, hidden from the world. Yes, this will help. Meg fogom menteni Miát, Omulik pedig forradalmasítja az orvostudományt. Nem jó ötlet. So many possibilities. It was worth all the trouble. Tér vissza a csónakhoz. Szasz. Kicsit olyan, én sem értem, de mi történt itt egyébként amúgy? Nem vágom, hogy ez a fekete képernyő miért volt sokáig. Jaj, ezt ne edd meg. Srácok, még 100%-os vizem is van. Na, hol a francba vagyok? 33-30. Az nem ez a térkép. Hol a vérbe vagyok? Na ez most nekem új. Jó, menjünk innen ki, aztán mindjárt kiderül már. Alván fogalmam nincs, hol vagyok. Gombáért az acsit? Nem adott achievementet. Kellett volna adnia, vagy mi? Térkép új helyszín köz, de azt sem tudom, hol vagyok, kezdjük ott. Itt vagyok-e? Aha, megvan, azt hiszem itt vagyok. 34-30. Nem, nem itt vagyok. De itt vagyok, 34-30. Oké. Kijöttünk valahol, itt jöttünk ki, igen, és most? Most azt hiszem, hogy vissza kell mennem az egész helyen, mert megőrülök. Baszki. Oké, menjünk délnek, talán úgy lesz a legegyszerűbb, a hajóhoz visszajussunk. Azt mondja, hogy... Jó, meg azért beleraktak egy kis túrát itt a végére. Főleg, hogy azt tudom, hol megyek le. De
De most ember, ez komoly. Csináltam már ilyet korábban is. Megoldom. Nem fogok én csalinkázni, megyek dolgomra. Megkerülöm a helyet, aztán irány South. Szaúd-Arábia. Megy ez. Oké, itt az most melyik rész? Emetek, itt másztam fel. Vagyis ez az első térkép, ez a rész, és akkor erre kell mennünk. Azt mondja, Southeastnek, Southwesternnek. Ez a reptére, hogy a faszomba, hát nem is értem ezt a, ez a térkép, igen. Ez a 30-25. Aha. Várj, nem értem. Mi van? Ez a reptér. Akkor viszont, ha ez a reptér, érdekes hely ez. Hatalmas. Na, akkor viszont ez azt jelenti, hogy de várjál, akkor itt lennék. Nem. Egyszerűbb megnézni. 32-25. Ezt nem értem, bazd meg, mi van? Ez a reptér, nem?
Na itt lássak valamit, hogy tudjak tájékozódni. Oké, itt van valami víz. Na, így most már tudom, hol vagyok. Itt vagyok ezen a kibaszott térképen. Oké. Ez a rész. Itt jöttem vissza. Jó, és akkor... Szia, Sanyoszló, hello, hello. Ja, itt a vége már. Megyek a hajóhoz, aztán end van. Megvan a gomba, megvan minden. Szia, Beast, Yuri, köszi, köszi. Na, jó fele vagyok. Itt lesz az átjáró. Itt az átjáró, nagyszerű. Köszi, minden remek. Minden jó. Jó, átjöttem ugye most akkor ezen a térképen itt. És akkor erre megyünk szépen vissza a fal mentén. Az utolsó nagy rán, ja, azaz. Délnyugati irány elvileg ez, amerre tartok, így van. Most már kígyó se állít meg, rohadjon el. Nem lesz itt semmi ended.
Azt mondja, hogy tütülütütű, ez a barlang, tovább. Barlang melletti legenda. Így jó. Oké, most egy 41-21-en vagyunk, 41 és 20, 21, tökéletes, pontosan ezt akartam, azt mondja, hogy anyád. Oké, és akkor most átjöttünk itt, és akkor ledélnek. Janta. Itt a falu. Ez volt ugye a víztisztítós falu. Ez pici kerülővel jöttem, de igazából az direkt volt meg, nem akartam nézni, hogy minden rendben van velük, mielőtt itt hagyom őket. De ahogy látom, minden rendben van, úgyhogy igazából itt békével távozhatunk. Ezeken viszont kéne pecselniük, srácok, és nem magam miatt, mert én már végvittem, de mások ezt úgy be fogják nyalni, hogy nem lehet egy fél centis farönkön fellépni, és úgy kell ráugrálni, és leesel róla. Ismerős.
out. Wow, az mi volt? Ah, 45-38. Na itt vagyunk, az azt jelenti, hogy itt túltoltam a nyugatot szerintem. Kézigránát nincs. Zaj? Milyen zaj? Nem látok semmit. Húgó valami. Kint ezért füvet nyírnak, szerintem lehet az. Bár nem értem, hogy miért, mert decibelre van állítva a mikrofon, de hogy a picsába lehet, hogy pont olyan szar frekvencián búg ez a szar. Oké, srácok. A kincstári csokoládé. Amit tartogattam egész uton hazafelé, mehetünk. Na, húzzunk a vérbe. Szép volt, jó volt. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Minden jót. Spirits of Amazon történetek befejezésére készülsz. Biztosan folytatni akarod? Nem, mert úgy gondoltam, hogy sandboxra csinálok egy kastélyt. Persze. It's Jake. Mia, do you copy?
I'm here. Do you have it? Yes, I have yes. The mushrooms. Bassza meg, az ember hús lemaradt. Nem baj, le van baszva. Annyira nem fontos nekem az achievement. Köszi srácok! Végül ezt a csapat benszülöttet még megettük volna. Hát ez... Egyébként a három párt így egybe brutál hosszú szerintem. Ugye azért a gameplayek azt be is bizonyítják, hogy olyan 20 és 30 óra között csináltam meg szerintem. Legjobb játék volt a csatin. Hát azért volt sok jó játék, de kösz. Voltak azért benne olyan részek, amikor egy faszt kaptam, de inkább szerintem az miatt, hogy ugye permadef volt és a nyomás, hogy bizonyos helyeken nem úgy lehetett felugrani, mit tudom én. GG! Köszi Démon! Köszi a csírt! Szia Freddy! Összességében azt mondom nektek, hogy ugye az alap sztorihoz képest ugye amikor ezt elkezdtem háromszor haltam meg, ugye? Ja, három újrakezdés volt, abból egy volt bug, a többi meg az, hogy ugye egyrészt rég játszottam, másrészt az, amit említettem, hogy az alapjátékhoz képest ez szerintem nehezebb. Főleg azért, mert rögtön bekerülsz egy olyan közegbe, olyan dzsungelnek a közepébe, ahol az első 5 perc után engem megtámadtak a benszülöttek. És safety spoton. Másrészt meg ugye rengeteg izé van a kezdő helyen, a part egy kezdő területén. Rengeteg béka, rengeteg kígyó, rengeteg igazából minden. Aztán elég hamar el lehet hullani. Kamut át az egészet láttuk, jó van. És összességében ugye az alapsztorihoz képest az előzmény sztori, ez ugye elég sok mindent kellett csinálni. Beestél a végére, Freddy, jajaja, most fejeztem be az egészet. Szóval elég változatos feladatok voltak, volt a párt 1 és a 2 között azért hasonlóság, és ott a párt 2 végére már kezdett kicsit monotonná válni, hogy ugyanazt csinál, de a párt 3-ban szerencsére már teljesen megváltoztatták ezeket a tennivalókat. Ezekkel a mondákkal kapcsolatban volt olyan, ami számomra azért nem volt teljesen egyértelmű, megmondom őszintén. Mint például a Halcsalinál, ez az, hogy a százlábúr, én a büdös életben nem gondoltam volna, azt ugye itt ti mondtátok, hogy próbáljuk meg azt. Mert egyébként voltak olyanok, hogy én, hogyha így most egyedül játszottam volna, akkor lehet, hogy bele kellett volna néznem a játék leírásba, hogy akkor most mi a